Szószátyár. Közéleti zenés magazin műsor közel egy órában. Köszönöm a kedves hallgatókat, önök a Szószátyárt hallják. Mai vendégem Radics Márk, az énekes főszerkesztő. Szervusz Márk. Hello Balázs, üdvözlöm a hallgatókat. Mindig nehéz eldöntenem, hogy hogy is apostrofáljalak, énekes vagy főszerkesztő. Te minek tartod magad? Mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal előbb volt az éneklés, mint az újságírás. Igazából nem tudom, attól függ, hogy milyen közegben vagyok. Igen, ilyen hasonló szituációk azok igen furcsa helyzeteket hoznak. Azt szoktam mondani, hogy énekes újságíró vagyok. Ez a jó megfogalmazás. Igen. Viszont ehhez képest most jelent meg az ötödik albumod, és hát gyakorlatilag néhány napja vendégként is részt vehettem a tizedik jubileumi koncerteden. Azért ez egy szép teljesítmény, azt gondolom. Igen, nem nagyon szeretem ezeket a nagy számokat használni egyébként, főleg azért, mert igazából én harmadik lemezként tartom számon a mostani albumot, mert hogy az első kettő az megjelent ugyan, de én úgy éreztem, hogy nem túlságosan jutott el annyi emberhez, mint amennyihez én szerettem volna igazán. Ez nem feltétlenül mások vagy az én hibám, igazából szerintem így alakult, azonban azt nem tagadhatom le, hogy igen, most már én is öregszem, és eljár felettem az idő. 2006-ban írták meg számomra a legelső saját dalt, és onnantól kezdve számolom hivatalosan így az időt, és igen, tizedik éve vagyok igazából a zenei szakmában. Az öregszem kifejezés azért nekem egy picit erősnek tűnik még. Annak ellenére nyilván a tizedik jubileumnál tartunk. Hát azért én is már 30 felett vagyok, úgyhogy tényleg eljár mindenki felett az idő, most már én is ezt tapasztalom, de nem baj, hiszen minél több idő eltelik így a zenei szakmában, és annál többet tudok én is tanulni. Az elmúlt évek alatt rengeteg embert ismertem meg, rengeteg emberrel dolgozhattam együtt, tehetségesebbnél tehetségesebb szerzőkkel, dalszövegírókkal, vagy éppen zenészekkel. Úgyhogy én úgy érzem, hogy most vagyok igazán, nem is tudom, érett, vagy legalábbis próbálok az lenni, úgyhogy szerintem ez az új lemezen már abszolút érezhető is. Azt gondolom, hogy előadónak mindig a legújabb lemez, a legújabb gyermeke az az igazi kedvenc, de ha visszahallgatod mondjuk az első lemezedet, ahhoz képest érzel szakmai fejlődést is a akár az éneklési stílusodba, az énektudásodba? Mindenképpen persze, hiszen azokat a dalokat elég ritkán szoktam már egyébként úgy meghallgatni is, mert hogy persze bántja a fülemet néhány dolog, de vannak azért mondjuk ezeken a lemezeken is igazán jó dalok, mint például az első lemezről az Árnyék, amit mai napig a közönségem mindig követel, hogyha már kihagyom egy-egy fellépésen, akkor mondják, hogy hát azt is szeretnék hallani, vagy például a Félek című lírai lassú dal, de ugyanígy van több is a nem tudom, a második lemezen is, vagy éppen a harmadikon. Ezeket is el lehet igazából jobban énekelni, mint akkor. Én szeretek is így a régebbi dalokban is egy kicsit újabb alapokat használni, főleg ilyen nagyobb koncerteken, mint ami most is volt. Úgyhogy jó, meg hát a legjobb az a zenekarral élőben, és akkor minden úgy szól, ahogy 2016-ban kell. Te egyébként pop énekesnek tartod magad, vagy hova sorod magad stílusban? Igen, én pop énekesnek tartom magam, de nem mindenki tart annak. Sokan a mulatós kategóriába sorolnak. Én azt gondolom, hogy te zenéjét az nagyon-nagyon messze áll ettől. De igazából te értesz mondjuk valamennyire a zenéhez, de vannak olyan emberek, akik nem. Én ezt évekkel ezelőtt még nagyon nagy sértésnek vettem, és kikértem magamnak, ez egyik barátommal is néhány évvel ezelőtt ezen vitatkoztunk össze, amikor egy vacsora alkalmával ő azt mondja, hogy figyelj, bocs, de én nem szeretem azt a lakodalmas zenét, amit te képviselsz. És akkor én ezt kikértem magamnak, nagy felháborodás közepette, de azóta már nem, mert hogy van ez a bizonyos televíziós csatorna, amin én is nagyon-nagyon sokat szerepelek, és igazából
Szerintem innen jön az, hogy engem ebbe a kategóriába sorolnak. Úgy értékelem, hogy minden, ami mulatos, az jó kedvre deríti az embereket, és hogyha az én zeném is jó kedvre deríti őket, akkor én ennek örülök, és akkor legyek mulatos. Én azért kérdeztem ezt, és nem feltétlenül azért, hogy most téged mulatosnak gondolnak, hanem ugye erről a néhány nappal ezelőtti koncertedről készült elég sok fotó. És valakivel nézegettük, vagy valakinek mutattam a fotókat, aki nem volt ott a koncerten, és hát a te rajongói köröd van egy igazi kemény mag, aki gyakorlatilag ott álltak, csápoltak, és kérdezted, hogy ez valami rock koncert volt, vagy mi a... Mert van egy olyan kép, hogy színpad nem látszik, viszont a rajongók tombolnak. Tehát gyakorlatilag a te rajongóid azok annyira el tudják ragadtatni magukat, mint egy igazi zúzós rock koncerten. Igen, ez nekem nagyon szokatlan is volt még régebben, de most már nagyon örülök neki, és boldog vagyok, hogy ilyen közönségem van. Azt szoktam mondani, hogy megtaláltam a közönségem, és nagyon-nagyon szeretem őket, van egy kemény mag, akik ha tehetik minden egyes fellépésre eljönnek, még akkor is, hogyha mondjuk én nem tudom, például Szíj Melinda vendégeként lépek fel az ő koncertjén, akkor oda is eljönnek, és ez nagyon jó érzés, hogy ők tehát ugyanúgy készültek például erre a lemezbemutató koncertre, mint ahogy én is, számolták vissza a napokat, és a koncert után is nem győztek igazából gratulálni, úgyhogy én nagyon örülök, hogy van egy olyan közönségem, akik hát nem szeretem ezt a rajongó szót, igazából mellettem állnak, és számíthatok rájuk, ugyanúgy, mint mondjuk a civil életemben a barátaimra. Amennyire én észrevettem, te gyakorlatilag szinte mindenkit névről ismersz. Hát igen, most, hogy ugye a Facebook világát éljük, így egyre inkább, ott is szoktunk akár privát beszélgetéseket is folytatni. Ők igazából mindegytől egyig szerintem jó emberek, semmi panaszom nem lett rájuk, de persze azért velem is előfordul, hogy olyan emberek is megtalálnak, akik mondjuk nem szeretnek, és mondjuk olyan üzeneteket küldenek, ami akár bántó is lehet. De én azt gondolom, hogy ha az ember közszereplő, és hát mondhatjuk, hogy te az vagy, akkor ez elkerülhetetlen, hogy egyben megosztóvá is váljál. Tehát soha nincs olyan, hogy 100%-ban mindenki szeret egy közszereplőt, vagy egy előadót, vagy bár. Mert mindig van, aki ezért, azért, amazért negatív véleménnyel van róla. Hát igen, én ugye 10 évvel ezelőtt azért elég fiatalon kezdtem, és elég naivan álltam ezekhez a kérdésekhez, úgyhogy én azt gondoltam, hogy de biztosan engem mindenki szeretni fog, és senki nem mond majd rosszat. Akkor, amikor az első egy-két ilyen negatív megjegyzést kaptam, akkor nagy féket nyomtam, meg nem tudtam az újságírást összeegyeztetni az énekléssel, meg voltak olyan közegek, ahol kifejezetten mondjuk szégyeltem is azt, hogy én mondjuk nem tudom, egy népszerű napilapnál dolgozom, és akkor egy olyan közegben vagyok, ahol egyszer csak valaki megkérdezi, hogy fú, téged láttalak a múltkor a nem tudom melyik mulatós műsorban, és akkor így elvörösödtem, és ezt nem tudtam kezelni, de most így, hogy évről évre többet tapasztalok és tanulok, ezért most már ezeket is tudom kezelni, és nincs semmi probléma. Ma már ebben nincs gond. Igen. Koncerten ott volt édesanyád is, nagyon büszkén nézett rád. Fontos számára az, hogy ő milyen véleménnyel van erről a te karrieredről, a te vágyaidnak a teljesüléséről? Hát igen, igen. Közel vagytok egymáshoz, nem? Persze, abszolút, mivel, hogy hát főleg azóta talán még inkább, mióta édesapám elment, ő egyébként szintén zenész volt, úgyhogy ő aztán tényleg nagyon figyelemmel követte az én zenei pályafutásomat, és nagyon sokszor mondta azt, hogy amikor én nem tudom, egyszer-kétszer megbotlottam, vagy mondjuk azt mondtam, hogy hát, hogy nem szeretnék én zenével foglalkozni, akkor ő mindig ütötte a vasat, hogy de neked ezt muszáj, hiszen a testvérem is foglalkozik ezzel, illetve ő is, meg még többen a családból.
Úgyhogy anyukám talán azóta még inkább odafigyel így a zenei életemre is. Mindenhol ott van, ahol tud, és tanácsokkal láttál, odafigyel, segít nagyon sokat, most például ezen a koncerten is jól látszott, hogy neki például sokan mondták, hogy hát anyukád miért nem ült ott a közönségbe. Hát volt neki ott a háttérben is bőven feladata, persze szerette volna a műsort is végignézni, illetve hát nézte is, de nem tudott végig ülve tapsolni, inkább segített. Büszke rád, nem? Igen. Innen megyünk tovább, de először zenélünk, és természetesen téged fogunk meghallgatni, a Titokba fáj és a Lopott idő című dalaidat.
szívem bátor, minden jó, minden szép, én elbújnék veled bárhol, repülnék veled fel az égig, a felhőkön is túl, bármeddig, olyan boldog a szívem, de el kell, hogy rejtsem én. Elrejtett érzések, lopott idő, láthatatlan könycsepe, zord bűneső, nem látja senki más, hogy mit érzek én, nem tudja senki más, hogy szeretlek én. Most jó, most jó, most szép, most szép, és veled a szívem szárnyal, ami lesz, ami lesz, ami volt, ami volt, csak veled szép a világon. Én repülnék veled fel az ég, felhőkön is túl, bármeddig, olyan boldog a szívem, de el kell, hogy rejtsem én. Elrejtett érzések, lopott idő, láthatatlan könycseppek, zord bűneső, nem látja senki más, hogy mit érzek én. Nem tudja senki más, hogy szeretlek én. Lopott idő, láthatatlan könycseppek, zord bűneső, nem látja senki más, hogy mit érzek én. Nem tudja senki más, hogy szeretlek én. Hogy szeretlek én. A lopott idő után újra itt vagyunk a stúdióba. Ha jól tudom, ez az egyik legújabb számod, már-már mondhatjuk, hogy slágered. Hát azért még nem, szeretnék egy videoklipet hozzáforgatni. Videoklipem már elég rég készült egyébként, úgyhogy erre a dalra már megvan a koncepció is, most már csak időpontot, illetve embereket kell találnom hozzá. Egy nagyon jó kis klip lesz. Ezt a dalt nagyon-nagyon szeretem egyébként azért is, mert nagyon jó dal, és nagyon én vagyok, illetve két olyan szerzőtől származik, akik még így közösen talán nem is nagyon írtak dalt, most nekem először Sihel Feri és Tilinger Attila szerzeménye. És már náluk tartunk, hát ugye ők vendégeid is voltak a koncerten, hiszen azért ez egy gigaprodukció volt, több mint 3 órás volt, ha jól néztem az órámat, és hát nyilván azért ezt egyedül nem lehet végigcsinálni, de hát néhány barátod vendégként, vendégfelépőként is megérkezett, köztük Attila, illetve Feri. Igen. Ki volt még ott, vegyük számba, Szímelindó? Hát, igen, azért volt igazából szerintem sok vendég, mert hogy én úgy gondoltam, hogy azok az emberek mindenképpen legyenek ott, akik a 10 év folyamán tettek valamit hozzá az én zenei életemhez. Úgyhogy elsőként természetesen meghívást kapott Sihel Feri, akinek a legtöbb saját dalomat köszönhetem. Tilinger Attila, akivel az új nagy lemezt készítettük, illetve ő is ott volt még 2006-ban az első nagy lemeznél. Aztán Szímerinda, akivel
most már kettő közös duettet is énekelünk, és nagyon jó barátságban vagyunk, illetve a Retro Disco című műsor két fellépője, Elekicu és Galát Norbi, akikkel ebben a bizonyos műsorban állandó szereplők vagyunk. Mert hogy ezt a műsort a te nevedhez kötik, hiszen te vagy ennek a főszerkesztője, ha jól igen, gondolom, én meg hát egy picit az arca is. Én vagyok a főszerkesztője, ennek a műsornak nincs ugyan műsorvezetője, de személyedhez kötik. Igen, én vagyok az egyik, mondjuk így mondom, inkább. Aztán voltak a színpadon zenészek is, mert hogy élő zenekari kísérettel ment a koncert. Ha jól tudom, ott az unokatestvéred volt talán, a dobos? Jól emlékszem? Igen, jól emlékszel. Ez volt a legjobb és egyben legidegesítőbb momentumok egyike, mert hogy nagyon-nagyon szeretek zenekarral már próbálni is, meg játszani is a színpadon. Nagyon jól szólalnak meg a dalok, azonban ők még eléggé fiatalok, úgyhogy még tanulniuk kell egy kicsit, mondjuk az időbeosztásról. Voltak olyan próbák, ahol szerintem ezt nyugodtan elmondhatom, mert megkapták már érte a fejmosást tőlem, és természetesen volt több olyan próba, amikor már megfogadták a tanácsaimat, hogy nem tudom, volt egy próba 5-től 8-ig, és ők nem tudom, megérkeztek 7 órakor. Tehát ez azért egy kicsit így nehézkes volt, vagy az utolsó napon is például összeegyeztették a főpróbánkat egy másik próbával, mert ők azért több emberrel is játszanak. Úgyhogy ott is volt nagy kiabálás még kora reggel, hogy hát akkor mikor fognak odaérni, de az a lényeg, hogy ott voltak, nagyon tehetségesek, valóban az egyikük, illetve hát ő szedte össze a többieket is, az unokaöcsém Máté, aki már kiskora óta dobol, és most már szerintem professzionálisan űzi ezt, illetve volt két vokalista is, akik közül az egyik például Erika is nagyon érdekes volt, mert véletlenül került a produkcióba. 10 évvel ezelőtt nagyon sokat léptünk fel együtt, közös dalokat is énekeltünk, meg már akkor is vokálozott nekem, és most újra visszatért, és én ennek nagyon-nagyon örülök. Hát az élet mindig visszakunkorodik oda, honnan indult, nem? Hogy értékeled? Azt tudom, hogy a koncertet nagyon ideges voltál. Hogy értékeled egy utólag? Meg volt az a 100%-os teljesítmény, amit el akartál érni? Én nagyon féltem, mert soha nem volt csak ilyen kisebb termekben koncertem, és legutóbb 2014-ben volt, amikor megjelent az Ez csak egy dal című album, és akkor én azt mondtam, hogy hát én soha többé nem csinálok ilyet, mert már akkor is nagyon sok tennivalóval és készüléssel járt, de természetesen muszáj, és ezt nem mondtam azért annyira komolyan. Csak akkor úgy éreztem, és akkor mikor jött ez az új lemez, akkor persze kell lemezbemutató koncertet is, és szerettem is volna ilyet tartani, viszont a körülöttem lévő emberek azt mondták, hogy próbáljuk meg egy nagyobb helyen. A 2014-es koncerten körülbelül olyan 120 férőhelyes volt a terem, ott azt tudtuk is hozni, és akkor mondták, hogy akkor próbáljuk meg nagyobb helyen, itt igazából hát közel 300 ember fért el, és az elején én azt gondoltam, hogy hát nem tudom, a felének már örülni fogok, illetve féltem is, és a legjobban tehát legjobban ettől tartottam, de hál' Istennek egy talpalatnyi helyese volt. Mondjuk igen. Így. Úgyhogy ebből hát a szempontból nagyon elégedett vagyok. Illetve minden úgy sikerült, ahogy szerettem volna, hogy megálmodtam a fényektől kezdve a látványelemekig, a dalok, a zenészek, a közönség reakciója. Igazából nagyon eseménydús. Gondolom, két év múlva a következő lemezni, ezt már a Szimacsarnokba kell fogni. Hát csak, hogy a növekedés után ne legyen vele, probléma. Igen. Újságíró vagy. Mennyire furcsa érzés az, vagy furcsa helyzet az, hogy mondjuk ebben a produkcióban fölléptél Szia Melindával, Sielfeld Tillinger Attilával, akikről egyébként szoktál írni az újságba. Tudsz velük ugyanúgy újságíróként is dolgozni, vagy ez egy kicsit ilyen kettős rossz helyzet, vagy nehéz helyzet? Ezt nagyon könnyen kezelem, és mindig is könnyen kezeltem, hogy akik úgymond barátaim, és róluk még írni is kell, az a legjobb, hogyha őket kell felhívni valami miatt. Tehát ezzel nincsen probléma.
azzal már inkább lenne, hogyha még nem nagyon ismerném őket. Igazából szerintem jól tudunk együtt dolgozni, akár ezen a vonalon is, meg tudunk beszélni mindent, illetve elég könnyen mennek így akár ezek az interjúk is, hogyha mondjuk én nekem kell velük beszélgetnem. Aztán nyilván, mivel közszereplő vagy, előfordul az extrém helyzet is, hogy te magad is bekerülsz szereplőként abba az újságba, amit főszerkesztesz. Ilyenkor mi van? Hát régebben határozottam. Azt te megírod? Nem. Régebben határozottam, mindig azt mondtam, hogy nem, azokban a lapokban én nem szerepelhetek, amiket én is készítek, szerintem ez egyébként így is lenne helyes. Mostanában egy párszor engedtem, de csak azért, mert a lap, amit most készítünk, az pont egy olyan jellegű lap, ami azokkal az előadókkal foglalkozik, akik közé én is tartozom, és sok olyan visszajelzést kaptam, hogy ők szeretnének mondjuk rólam is olvasni, és hát akkor hol máshol, hogy... Most a Sztár Limonádéról beszélünk. Igen. Úgyhogy most egy kis élménybeszámoló is lesz majd az új lapban, de persze azért próbálom ezeket a megjelenéseket visszafogni. Volt már olyan egyébként, hiszen azért te írsz egyéb hírportálakra is, ahol nyilván nem csak bulvár és nem csak könnyed dolgok vannak, hanem akár fajsúlyosabb, bonyolultabb témák is, hogy fölhívta egy interjú alanyit, és akkor ott rájöttek 2 percet, hogy nem te voltál az, aki egyébként Radics márként előbb még a tévébe énekelt? De volt már, vagy éppenséggel fordítva is volt, hogy ilyen dolog megtörtént. Szerintem ezekkel most már nincsen problémám, régebben lett volna igazából. Örülök is neki, hogy ebben a közegben még inkább benne vagyok, hiszen egy újságírónak mindig oda kell figyelni a jó információkra, és talán is sokkal hamarabb bejutnak hozzám bizonyos hírek is. Nem tudom, megyek egy tévéfelvételre, ott találkozom zenész kollégákkal, és lehet, hogy mondjuk rögtön szólnak is, hogy de jó, hogy itt vagy, képzeld el, az történt, hogy nem szeretnétek esetleg erről valamit. És elcsíped a pletykát. Vagy van olyan is, persze, az egy másik kérdés, azt nem mindig lehet azért barátként vagy kollégaként kezelni, hiszen én újságíró vagyok elsősorban, úgyhogy voltak már ilyenek, igen, hogy megkértek, hogy hát ezt inkább ne, de ezeket is mindig megoldottuk. A zenei karriered azért most már mondjuk úgy elég jelentősen kiteljesített, hiszen állandó szereplője vagy tévéműsoroknak, megjelent az 5. lemez, volt egy sikeres koncert. Merre lehet tovább haladni Magyarországon? Meddig lehet eljutni szerinted ebből a pozícióval, ahol most te tartasz? Hát igazából lehetnének nagyobb célok, hogy nem tudom, ilyen országos tévéműsorokban esetleg feltűnjek, hogy tényleg... Hát azért mondjuk, most is feltűnsz már, tehát... Mondjuk igen, ez is igaz, de úgy értem, hogy a nagy kereskedelmi csatornákon, uh-huh. mondjuk RTL Klub TV2, de szerintem én azt már nem bírnám el. Vannak olyan hétvégék, amikor főleg ugye munka közben vagy munka után indulunk el fellépni, és van olyan hétvége, amikor minden nap kell menni valahová, az engem már teljesen kikészít, vagy így kifáraszt, azt nem bírnám, hogy egy nap mondjuk 5 helyre el kelljen menni, vagy azt sem bírnám szerintem, hogy úgy menjek el egy közértbe, hogy mindenki újjal mutogat rám, hogy ő az, akit láttunk mondjuk a, nem tudom, Édes Élet című műsor. De te celebnek számítasz ma már? Nem. De megismernek azért. Hát vannak ilyenek, és ez, tehát ez az időszak, ugye a zenei életemben, amit élvezek, ami nem terhes, tehát ami pont jó, tökéletes. Én azt gondolom, hogy aki egyébként a színpadra kijár, az egy picit mindig exhibicionista. Tehát innentől kezdve azért ez a fajta ismertség, hogy esetleg mutogatnak rád az utcán, hogy na ott megy a Radics Márk, ez azért valahol jól is eshet, vagy esik, nem? Hát igen, de mivel én látom jól a másik oldalt is, azt nem tudnám elképzelni, hogy nem tudom, holnap kinyitok egy újságot, és akkor mondjuk azt írják rólam, hogy nem tudom, bármi, és akkor én ezt nem tudnám szerintem lelkileg jól feldolgozni. Mert hogy az újság néha nem ír igazat. Hát, vagy éppenséggel túloz, vagy mondjuk én nem szeretném azt, hogy ez kiderüljön, és akkor kiderül. Tehát ilyenekre én nem vagyok való szerintem.
Na, egy picit elszaladunk megint zenélni, mert hogy halljunk inkább énekelni, mint hogy beszélni. Úgyhogy elmegyünk, és most már egy nagyon jó számod lesz, amit én nagyon szeretek, az Utolsó vihar. Igen, az új album címadó dala. Ez nekem nagyon tetszik. Halljuk. Ne szólj, szavak nélkül is értem én, ami szép volt véget ér, ez csak egy összetört emlék. Ne félj, ez az utolsó vihar, ami most újra felkavar, csak egy éjszakára még, bár csak újra itt lennél. Elmúlt már, most az én szívemben mar a megfakult magány. Hűvös hajnalok, eltitkolt mondatok, soha nem tudom meg már, a szíved kulcsra zárt. Ne szólj, szavak nélkül is értem én, ami szép volt véget ér, ez csak egy összetört emlék. Ne félj, ez az utolsó vihar, ami most újra felkavar, csak egy éjszakára még, bár csak újra itt lennél. Ébren élem át, minden összedőlt, s egy dalba költözött. Hűvös hajnalok, eltitkolt mondatok, soha nem tudom megtár, végleg elmúlt már. Ne szólj, szavak nélkül is értem én, ami szép volt véget ér, ez csak egy összetört emlék. Ne félj, ez az utolsó vihar, ami most újra felkavar, csak egy éjszakára még, bár csak újra itt lennél. Ne szólj, szavak nélkül is értem én, ami szép volt véget ér, ez csak egy összetört emlék. Ne félj, ez az utolsó vihar, ami most újra felkavar, csak egy éjszakára még, bár csak újra itt lennél. Nem voltam jó, hát mennyi is írt az életed.
nélkülem könnyebb lesz neked. Tudod, hogy a múlt börtönbe zár, láncokkal nem élhetsz tovább. Hát menj is, írd az életed, nélkülem könnyebb lesz neked. Engedj most el, vigy el a szél, maradj egy emlék, mi bennem él. Minden ott kezdődik el, ahol a vágyak érnek el. Ami rád talált, te hittél benne, hogy elrepít a végtelenbe, mint egy céltalan hajó, ahol álmodozni jó. De vihar közben rájöttél, nem voltam jó. Hát menj is, írd az életed, nélkülem könnyebb lesz neked. Tudod, hogy a múlt börtönbe zár, láncokkal nem élhetsz tovább. Hát menj is, írd az életed, nélkülem könnyebb lesz neked. Engedj most el, vigy el a szél, maradj egy emlék, mi bennem él. Hát menj is, írd az életed, nélkülem könnyebb lesz neked. Tudod, hogy a múlt börtönbe zár, láncokkal nem élhetsz tovább. Hát menj is, írd az életed, nélkülem könnyebb lesz neked. Engedj most el, vigy el a szél, maradj egy emlék, mi bennem él. Zene után visszatértünk ismét a stúdióba, vendégem továbbra is Radics Márk, jó magam pedig Szűcs Balázs vagyok, és az utolsó vihart hallottuk, ami egyébként az új lemezen jelent meg, és nekem egy nagyon nagy kedvencem. Igen, én is nagyon szeretem, és ezzel indult egyébként az új lemeznek az összes munkálata, mert hogy igazából én nem is készültem új nagy lemezre, csak egy rendezvényen találkoztunk Tilinger Attilával, és ott sokat beszélgettünk, szóba került az is, hogy milyen jó lenne újra közös dalokon, vagy dalon, legalább egy dalon dolgozni, de akkor ott elmeséltem, hogy nekem vannak fiókban lévő szövegeim is, és bár leginkább úgy születnek a dalok, hogy először a zene, és akkor utána a dalszöveg, mi megpróbáltuk azt, hogy én elküldtem neki ennek az utolsó viharnak a szövegét, ő neki pont ez az utolsó vihar rész, ez nagyon megtetszett, hogy ez a szófordulat, vagy ez a kifejezés, úgyhogy rögtön a dal címe már meg is volt, és akkor ő csinált rá egy zenét, én azt felénekeltem az ő stúdiójába, és akkor a közönség is nagyon pozitív visszajelzéseket adott. És akkor utána jött a második, a harmadik, amikor már azt mondtuk, hogy hát ha már nem tudom, a negyedik dalnál tartunk, egy akkor csináljunk egy lemezt. Mikor egy lemez elkészül, rá szoktál érezni, hogy melyik lesz a legütősebb dal? Mit fognak szeretni az emberek? Én igazából soha. Nem találtad eddig egyszer sem? Egyszer sem. Például az Árnyéknál, az első albumnál, az utolsó dalként, ilyen kötelezőként készült el az Árnyék, hogy kell még egy dal. És igazából mai napig az első lemezről talán azt az egy dalt ismerik leginkább itt többen. Úgyhogy nem tudom, hogy ez az új lemez is mit hoz, nekem vannak kedvenceim, vannak különlegesebb dalok is, meglátjuk, remélem, hogy fog tetszeni azért sok mindenkinek. Előbb egy kicsit kitértünk a családra. Te Balassagyarmatról származol. Igen. Jól tudom. És zenész familiából származol, ezt is jól tudom. Igen. Nagyon sok tehetség van a családodban, tehát Debit például már veled is hallottuk énekelni, külön is hallottuk énekelni, de hát, hogy elmondtad, nyilván több zenész is van. Van a családon belül ilyenkor egyébként egyfajta rivalizálás, hogy ki az ismertebb, ki a sikeresebb, ki vitte többre, ki vitte kevesebbre, vagy ezt el tudjátok kerülni a rokoni kötelékek miatt? Szerintem abszolút el tudjuk kerülni, sőt,
Hát nálunk azért mindenki inkább, tehát ilyen komolyabb, vagy inkább így a jazz világa felé megy el, tehát nem feltétlenül ez a nagyon populáris, vagy mulatós zene az, amivel ők foglalkoznak, úgyhogy igazából nincsen ilyen rivalizálás, és semmiféle rossz szájíz egyikünknél sem. De hogyha már mondjuk ezt a témát érintjük, akkor azt is szeretném elmondani, hogy igen, most így az utóbbi pár évben már azt is meg kellett tapasztalnom, hogy nem mindenki, hát egyrészt ugye azt, amiről már beszéltünk, hogy nem mindenki szerethet engem sem, illetve hogy nem mindenki örülhet bizonyos sikereknek, hanem azért megjelennek úgymond irigy emberek is, meg azért nagyon furcsa ez a szakma, úgyhogy vannak inkább így szakmán belül különböző surlódások, vagy nem tudom, nézeteltérések is akár. Hát gondolom, az egy szakmán belül mindig van egy folyamatos verseny a pályatársakkal. Igen, és ezt tudod, nagyon furcsa, hogy még mai napig furcsa, hogy valakivel mondjuk mosolyogva beszélgetek egy fellépés előtt vagy után, és akkor utána meg hallom vissza azt, hogy ő ezt vagy azt mondta, tehát tényleg nagyon-nagyon furcsa, persze tisztelet a kivételnek. Picikét még mindig vissza kanyarodva Gyarmatra. Te most már jó sok éve Budapesten élsz. Igen. Megvannak ettől független a gyökereid? Tehát hazajársz azért még, vagy lejársz a szülővárosodba? Igen, mostanában főleg egyre többet. Nagyon szeretek ott megnyugodni, azért a vidéki környezet az eléggé kikapcsol így a rohanás után. Ott él egyébként a nagymamáim, a testvérem a családjával, anyukám testvérei, sokan, tehát szinte mindenki, és szeretek oda járni, illetve tehát azért Balassagyarmathoz elég sok ember kötődik még, például a Szatmári Orsi, akinél sokáig tanultam énekelni, vagy az Ember Peti, akivel bizonyos ilyen zenei dolgokat meg szoktunk beszélni, vagy dolgoztunk már együtt dalokon is. Úgyhogy igazából minden megtalálható lenne Balassagyarmaton is ahhoz, hogy mondjuk ott éljek, csak mondjuk az újságírói munka nem. Hát jó, Magyarország azért Budapest központú, ezt sajnos el kell ismernünk. Tehát... Igen, de nem olyan nagy azért a távolság, 80 kilométer, úgyhogy azt meg lehet tenni elég hamar. Itt a nyakunkon a vakáció. Van-e terv? Mész-e nyaralni? Vagy csak a munka? Hát az utóbbi években nem voltam úgymond nyaralni, mindig beiktattam egy-egy wellness hétvégét, vagy itt belföldön elmentünk csak úgy adhok jelleggel valahová, de nagyon régóta szeretnék egy ilyen tervezett nyaralást, hogy tólig, és akkor elutazunk valahová, akár külföldre is. Remélem ez idén össze fog jönni, és... Egyébként pedig hát telik be azért elég jócskán a naptár fellépésekkel, úgyhogy nagyon sok vidéki helyre megyünk, ezeket nagyon szeretem nyáron, és természetesen a munka is ott van mellette, mert a lapoknak meg kell jelenniük. Nyáron meg főleg, mert az emberek szeretnek a strandokon is olvasni. Így van. Nyaralást egyébként te ilyen vízes ember vagy, tehát ez a tengerparti láblógatos, pálmafás, vagy a múzeumjárós, városnézős? Igen, egyébként pont az utóbbi években, ez most jut eszembe, azért nem tudtam elmenni, mert nem nagyon mehettem vízbe igazából, de most már ki tudom használni, úgyhogy szeretnék mindenképpen, és persze gyerekkoromtól kezdve sokat jártunk a Balatonra, imádom, nekem egyébként, hát mondhatom így, hogy a Balaton a Riviera, mert szerintem ott a legjobb nyaralni. Nem muszáj külföldre menni ahhoz, hogy az ember nagyon jól érezze magát. Tudod, mikor voltál nálunk utoljára, vagy itt a rádióba? Nem. Én most csak itt véletlen megnéztem. Na? Hát 2 éve már? Az előző lemezed megjelenése után. Tényleg? Úgyhogy gyakorlatilag szinte már hagyomány, hogy ahogy kiadsz egy lemez, mindjárt jössz a rádióba egy kicsit beszélni róla, meg magadról. Úgyhogy, hát én megköszönöm a mai beszélgetést, mert hogy elfogyott az adásidőnk, és hát 2 év múlva, amikor kiadod a következő lemezt, akkor feltétlenül várunk vissza. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Viszont hallásra.
tűnsz, néha eltűnsz, mint a fény. Néha elszállsz, néha megvársz, mert mindig van remény. Néha várok, meg-megállok a szívedét. Néha várok, s megbocsájtok az elmúlt bűnökért. Veled én újra kezdenék. Veled én újra kezdeném. Veled én újra kezdeném. Veled én újra átélném. Mi elmúlt már, de újra rám talál. Veled én elfeledhetném a néha bánatét. Meg-megállok a szívedén. Néha várok, s megbocsájtok, ha újra visszatérsz. Néha elbúsz, néha eltűnsz, mint a fény. Néha elszállsz, néha megvársz, mert mindig van remény. Veled én újra kezdeném. Veled én újra átélném. Mi elmúlt már, de újra rám talál. Veled én elfeledhetném a néha bánatét. Ha messze szállsz, de újra megtalálsz. Veled én újra kezdeném, veled én újra átélném. Mi elmúlt már, de újra rám talál. Veled én elfeledhetném a néha bánatét. Ha messze szállsz, de újra megtalál. Ami kell, ami hiányzik nagyon. Keresem, mitől könnyű lesz az élet. Volt rég, van még, én erről álmodom. Azt kell, én semmi más nem kérek. Engem csak szeretni kell, ha egyszer leszel, ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell, hidd el, más nem érdekel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Szerelem, ami kell, vele mindent megtehet. Keresem, mitől könnyebb lesz az élet. Volt rég, van még,
én erről álmodom. Azt kell, én semmi más nem kérek. Engem csak szeretni kell, ha egyszer velem leszel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell, hidd el, más nem érdekel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell, ha egyszer velem leszel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell, hidd el, más nem érdekel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell, ha egyszer velem leszel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell, hidd el, más nem érdekel. Ne gondolj másra, csak az éjszakára. Engem csak szeretni kell. Önök a Szószátyár című műsorunkat hallották. A mai adás elkészítésében közreműködtek Szűcs Balázs, Nagy Erzsébet Tímea, Fülöp Alexandra és Padi Géza. Reklám következik. Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál. Recept és rejtvény. Mindenkit lefőzhet. És még nyerhet is. Recept és rejtvény. Főzzön, fejtsen, nyerjen! Az autózás múltja érdekes, izgalmas rejtélyekkel és kalandokkal teli. Ön is kíváncsi rá? Veterán Garázs magazin. Nem csak szakembereknek. Keresse az újságárusoknál. Küldd el a recepted, és keresd te is bruttó 5000 forintot. A legnépszerűbb gasztronómiai magazin, mely olvasói recepteket tartalmaz. Csak 99 forint. Megjelenik minden hónap végén. Reklámot hallottak.